Egyre gyakoribb az embereknél az ételintolerancia, de hogy mi is ez pontosan, és miben különbözik az ételallergiától, arról dr. Nékem Kristóf allergiológust kérdezzük. Szép jó reggelt! Itt már a reklámszünetben elkezdtünk erről beszélgetni. Igen. Tényleg ez, hogy ételintolerancia, ezt mostanában már hogy dobáljuk mindenre, de mi ez pontosan? Hát ez az, miután mindenre dobálhatjuk, igazából senki se tudja, hogy pontosan mi a csodát is jelent. Ugye az allergia, ami a kiegészítője, vagy az ellentéte, sokan úgy foglalják, az egy viszonylag meghatározható dolog. Megvannak a maga laboratóriumi módszerei, megvan a tünettana, és megvan, hogy mit kell csinálni. Na most ugye intoleranciában minden az égvilágon belefér, a hajhullást, nem vicc, egész komolyan mondom, a luttalpik szinte, az luttalkot azért nem mondják rá, de a kettő között azért szinte minden az égvilágon belefér. Most ebből következik, hogy alapvetően inkább lelki problémákra, feszültségre vágja rá az ember, hogy intoleráns vagyunk, hiszen nincs olyan tünetegyüttes, amelyik mindenféle élelmiszer. Ugye intoleráns az bármelyik, aki azt gondolja magáról, szinte bármelyik ételre vagy italra, bármire azt mondhatja, hogy na hát ez intolerancián van, mert fadok például. De például ilyen van lehet akkor, a laktózérzékenység? Vagy az, hogy... Igen, az intolerancia ugye az... Mondjuk precízebben talán azt szoktuk rá mondani, hogy nem allergiás mechanizmussal keletkezik, ugye? Tehát más módszerekkel kell vizsgálni, de ugyanúgy diagnosztizálható. Valóban a tejcukorbontásnak az elmaradása, a bélbak, ami nagyon gyakori, vagy talán még gyakoribb is ennél, hogy a bélbaktériumoknak az összetétele és a mennyisége változik gyógyszerszedés miatt, alkohol miatt, dohányzás miatt, rossz táplálkozás miatt. Én úgy gondolom, hogy ennek az intoleránsnak nevezett tömeg az nagyobb azért, mint az igazi ételallergiák, tehát ugye elég többször is fordul elő az egész, de a diagnosztikájával és a terápiájával is óriási problémák vannak, mert ugye hát most is ugye, hogyha bármit is kérdeznének tőlem, hogy intoleráns vagyok, mit csináljak, ugye ez egy, azért egy rossz kérdés, mert ebbe annyi minden belefér, hogy sokkal inkább szűkíteni kellene, tehát hogy milyen, mitől jön létre, még csak azt sem merem mondani, hogy milyen élelmiszertől, milyen szituációban, nagyon sokszor szinte semmi szerepe nincsen az élelmiszernek, vagy legalábbis nem nyilvánvaló a szerepe, ugye, de valami megoldást mégiscsak kéne mondani. Én úgy érzem először, hogy akinél ki lehet zárni azt valóban, hogy valami ételallergia, és ezeket azért nagy valószínűséggel ki lehet zárni. Nem is mindig kell egyébként laboratóriumi vizsgálat, mert sokszor a kortörténet maga, az allergiákról beszél, kortörténet maga annyira jellegzetes. Ugye nemrég volt egy történet egy sajtós hölgyről, akinek ugye a mogyoró története volt, kristálytisztán egy mogyoró allergia volt a dolog, nem kellett semmi mást az égvilágon feltételezni hozzá. Ezt is tudták is előre, a tünetek pontosan sajnos ugyanúgy zajlottak, mint ahogy ennek egy súlyos allergiába zajlania kell, de intoleranciánál az a helyzet, hogy végig kell ugye, igazából, hogy az ember megoldást találjon, azzal, aki azt mondja, és nem merem azt mondani, hogy beteg, mert ezek közül a intoleranciát érzők közül nagyon sokan amúgy makkegészségesek, csak valóban van egy érzésük, hogy valami nem működik rendesen az emésztéssel. Ugye, tehát én úgy gondolom, hogy ez a diagnosztikája is nem könnyű kimondani, mert ugye az intolerancia az olyan szétfolyó dolog, tehát ugye bármit is mondok, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy amazt csinálja, könnyen lehet a válasz, hogy hát már megpróbáltam, és nem sikerült, ugye? Akkor ez egy nagyon szubjektív, hogyha jól értem a doktor szavaiból, akkor az intolerancia az leginkább az emésztőrendszerrel kapcsolódik össze, vagy csak azzal kapcsolódik igen, össze? Hát nem, mással is, vagy emésztőrendszer mellett is lehetnek ugye bőrtünetekre, és rá lehet mondani, na hát ez ugye az emésztőrendszeri tüneteimmel együtt jelentkezett, vagy fejfájás és hasonló, tehát nagyon sok szubjektív tünet van. Maga az intolerancia és nagyobb része azért mégiscsak szubjektív tünetekből áll, és én úgy gondolom, hogy de olyan megalapozott gyógyszerelése, vagy olyan terápia azért nincsen, mert nagyon sokféle fajtája van. Ugye természetesen a legtöbb embernél azért mégiscsak én úgy gondolom, hogy ha az életmódján egy kicsit változtatna, ugye akkor ezek az intoleráns tünetek, amik valamit azért jeleznek természetesen. Tehát nem arról van szó, hogy negligáljuk egyáltalán, hogy hát mit nekünk az intolerancia, hogy nekünk ekkora. Ugye? De szóval, tehát valami megoldása nyilván mindenki, aki azt mondja, hogy ez az én tünetem ugye vágyna, de ehhez azért tényleg, hát nem azt mondom, hogy mély lelki interjúk kellene hozzá, de még csak meg kell beszélni a beteggel, hogy mi az a helyzet, vagy mi az a feszültség, ami ugye benne van, és hogy hogyan lehetne ezt feloldani, és akkor rendszerint ezek az intoleranciának nevezett állapotok eltűnnek azzal, hogyha a probléma megoldódik. Tehát akkor azt leszögezhetjük, hogy az allergia és az intolerancia az két teljesen különböző dolog. Igen, én úgy gondolom, hogy teljesen intoleranciából különböző. Nem lesz allergia,
Még mellé jöhet, még hogy nem belőle lesz, azt talán nem gondolnám, ám bár kétségtelen van egy olyan vonatkozása a dolognak, hogy intoleranciában valóban előfordulhat, hogy a felszívódás megváltozik. Ugye például azért, mert a bélbe a baktérium összetétel nem jó, ebből kifolyó nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy nem emésztődik úgy meg a táplálék, az allergének a táplálékba, ugye nem bomlanak le annyira, hogy már ne legyen ez az allergén hatásuk meg. Ha felszívódnak, akkor valóban a lehetősége megvan egy intoleráns betegbe is, hogy allergiás tünetei legyenek, de ehhez elvileg ugye a tüneteknek a megváltozása, vagy kiegészülése inkább úgy mondom szüksége. Mi a fontos? Az, hogy saját magunkat térképezzük fel, és mondjuk táplálkozási naplót vezessünk, amikor érezzük, hogy valami nincs rendben, vagy forduljunk azonnal szakemberhez, és valamilyen vizsgálattal próbáljunk a dolognak a végére. Én úgy gondolom, a vizsgálat csak egy rész az egésznek, és hogyha lemondanánk erről a beszélgetésről, meg akár egy ilyen táplálkozási napról is, akkor nagyon sok fontos információt elvesztünk. Egyébként az allergiában valóban úgy van, hogy a első helyes lépés csak hát időigényes. Ugye, hogy a betegeket meg szoktuk kérni, hogy ha van egy elképzelése tényleg, hogy mi lehet az, ami a tüneteit kiváltja, akkor legyen szíves egy ételnaplót vezetni, valóban, mert pontosan minden föl kell érni, ugye nem csak úgy, hogy 3 nappal később, hogy mi is volt velem vasárnap, az nem ér semmit, ugye? Hanem pontosan minden táplálkozást és minden szóba jövő tünetet, most független attól, hogy a beteg arra gondolja, hogy ez allergiás vagy nem allergiás tünet, ezt majd együtt a későbbiekben eldöntjük. Egyébként intoleranciánál is nagyon sokat segít, hogyha körül tudja a beteg határolni, hogy mitől is vannak, milyen szituációban, inkább hogy milyen szituációban vannak a tünetei, nagyon sokat segít a megoldáshoz. Mondjuk egy ilyen allergia például az lehet, hogy az idő előre haladtával halmozódik, és egyre több mindenre lesz az illető allergia? Igen, ez általánosságban egyébként így van, és valóban azért, hát két dologból is. Egyrészt, mert a táplálkozásunk azért nagyon sokféle allergén szerepel, és ugye nagyon sok olyan általában vegyszerek, amelyek ráadásul még ezt a enyhe bélgyulladást, ami azért az allergiának az egyik jelen része, ugye ezt tovább tudják fokozni, és ez egy ilyen előre görgő történet, ahol ugye az előző napi események rontják egy kicsit a emésztőrendszernek a működőképességét, ezért a következő nap, ha nem változik semmit, tegyük hozzá, akkor egy picivel rosszabb lesz, és hát ez valóban így össze. Tehát a kettő, én nem vonom kétségbe, hogy lehetnek valakinek egyszerre allergiás és intolerancia tünetei is. Ugye ez a legrosszabb, mert ugye az egyiket megpróbálja az ember megoldani, de a másik még mindig ott van, és akkor ez úgy valamennyire kódolja a kudarcnak a lehetőségét orvos meg a beteg számára is. Hát reméljük, hogy azért kevés ilyen paciens van, akinek a kettő, hát mindkettő jelentkezik. Ez meg ki is kereszt meg az orvosnak is, az igaz. Köszönjük, hogy itt Köszönjük volt. Köszönjük szépen, hogy itt volt, doktor.